Vivien Fable, Mennyből a húsvét. 5. A pornép ugyanannyit ér, mint a pedigrés, csak kisebb házban él. Finelet talpig szegecses rojtos bőrszerkóban, vasalt sarkú csizmában dübörgött a parkolóban álló pick-uphoz. A kocsi hátulját lenyitva oda pattintotta a mobil rámpát. Rátolta rajta a tündöklőre glancolt motort, amelyen az oltárhoz hajtani készült az ő álmos Filipjével. Imádta ezt a királyi hangzású nevet is, ahogy szinte mindent imádott benne. Most a rég nem látott nagynénéhez hajt vele, akinél nyilván más éltes rokonokat is talál. Kérdőre vonja a vének tanácsát, hogy mégis mit évő legyen a csalfa vőlegénnyel. Csak azt ne javasolják, hogy oszlassa fel az esküvőt, vagy mondjon egy durva nagy nemet az eskető atya előtt, mert abból ugyan nem esznek. Akkor is hozzámegy Philip Rolexhez, ha párzógősben vonagló pucér tini lányok potyognak az égből. Az ő korában lévő hajadonok már nem aigálják el a fáradtságosan befogott pasast egy kis vétség miatt, pláne nem, ha ilyen asszony névre tehetnek szert. Finalet Rolex. Ennél tán csak a Finalet Dolce és Gabbana nevezett lehet nemesésebb. Álom, álom, tündér, álom. Amúgy is ráér megtorolni a sérelmeit a házasság szent kötelékén belül, gazdagon jut majd rá ideje. Fogja ő még a drága látós férjecskéje fogkeféjével sikálni a vécét, tesz ő még macskapisiből készült jégkockát a viszkijébe. Persze csak is akkor, ha a férjecske rászolgál. Ha viszont derekasan viselkedik, az egész további élete kéggázas méznyalás lesz. Ámen. Most csupán arra vágyik, hogy kiadja a dühét, és bosszút feküdjön az első útjába akadó himneművel. Na jó, nem okvetlenül az elsővel, de túlságosan nem is válogathat, ez mégiscsak a fél első kupacvég, nem pedig egy numerás pasikban bővelkedő megapolisz. Mielőtt felült a dizájnos felépítésű, vakítóan fekete, soklóerős csopperre, kihántotta dobozából a magával vitt arafájtlat, és a visszapillantó tükör segédletével a fejére illesztette. Még nem hagyta teljes hosszában kibomlani, habár a szél türelmetlenül cibálgatta ékességét. A fátyol kiválasztásánál figyelembe vette a legutóbbi királyi esküvőn látott modellt, amely 5 méter hosszú volt, és a szélein hímes. Az övé értelemszerűen 7 méteres és tele hímes lett a szélein futófénnyel, és persze a ruhája is klasszisokkal pazarabb, mint a fenségvérű aráé. Noha ő nem arisztokrata, ráadásul nem is király vagy herceg beszínőül, attól még vígan megbirkózik egy grandiózus fátyollal és több kosárnyi csillivillivel a ruháján. A pornép ugyanannyit ér, mint a pedigrés, csak kisebb házban él, ám a fájtla vagy a farka simán hosszabb lehet. Ennyi. Finalet a motor nyergébe pattant, és ágaskodva indított. A 7 méteres hímzettül és csipkecsoda teljes hosszában kibomlott mögötte. A szél, akár egy elhivatott koszorús lány, felcsippentette és utána úsztatta a rózsás színű leppentyűt, lágyan, lengén, futófényesen. A rázúduló hidegérzetet nem csupán fokozta, mentem meg is hatványozta a brutális szélborotva. Pengeszegű, szerű, szúrós hókristályokat vágott az arcába, drasztikus epilálás érzetét keltve. Finalet aggódott, hogy teljesen összeszabdalódik, és sebb helyes lesz élete nagy napjára. Már-már visszafordult a zárható sisakért, ám mivel már is jócskán megközelítette a Tudorházat, inkább folytatta a száguldást. Suhantában elmaszatolódottan észlelte a tarkára festett tojásokkal teleaggatott ünnepi fát, a naptárilag kevéssé aktuális betlehemet, a fagyos csapadékkal küzdő hómarókat. Mindössze néhány ember lézengett az apokaliptikus utcán. Járók elő és a kocsma láttán lassított, hogy alaposan megcsodálhassák különleges kinézetét. Az utcai kihaltságot ugyan megértette, mégis fájlalta. Hiszen az általa nyújtott rocker romantikus látvány és feeling sokaknak több életre szóló élményt adhatna, amire a szemtanúk állítatos elbeszélései nyomán még az évszázadokkal későbbi utódok is emlékezhetnének. Vigaszául szolgált, hogy az időjósok szerint órákon belül elcsitul a szélvihar, a hőmérséklet megközelítheti a pozitív tartományt, vagyis még láthatja őt a fogékony és bámész nép,
amikor talpig rózsaszínben végig motorozik álmos Filippel a végtelen hosszúságú településen, 7 mérföldes fátyla a boldogság rózsás felhőjeként úszik utána, és a gyönyörű ruhája alól kivillanó, csillámos körömcipőn megvakul a napsugár. Finalet imádta az esküvős irodalmat, az esküvős filmsorozatokat, az esküvős emléktárgyakat, az esküvőket általában. Esküvős novellákat írt az erre fogékony internet népesség üdvözülésére, Wedding Channel nevű tévéstúdióban dolgozott, mint sokadik asszisztens, de ha a munkájáról kérdezték, szívesebben büszkélkedett azzal, hogy ő ott a producer. Munkakörüleg mások egybekelésének műsorrá pofozásában segítkezett, arról álmodozva, hogy rövidesen átveszi a céget, reformokat vezet be, és hipergazdag lesz. Mindenki az ő Fritz TV-jét fogja bámulni, ergo rengeteg reklámbevételt kaszálhat. Saját márkás esküvői cuccai felölelik a teljes mátkapiacot, a karcsúsító fűzőtől a mell emelőig, a férj csapda nevű parfümtől a körömcipőbe illő tyúkszem tapaszik, amelyel tűsarkú topánba nyomorított ara, sántikálás nélkül végig táncolhatja élete legszebb napját. Terveit vaskos füzetbe jegyzetelte, amely már is majdnem megtelt zseniálisnál zseniálisabb ötleteivel. Tortakészítők, fogművesek, szépészeti beavatkozók, virágkötők lesznek az alvállalkozói, és persze még sokan mások. Úgy képzelte, hogy férjével együtt vezetik majd a gyorsan világhírűvé váló, hatalmasra növő tévéstúdiót. Filip ott hagyja végre zűrös melóhelyét, ahol jelenleg csicskaként tevékenykedik. Főnöke egy barlangból szalajtott, kirühellődött sutyó, aki sóher ifjoncként még üzletszerű masztizással gondoskodott a betevőjéről, mostanra egyéb necces bulikból komoly vagyon tarhált össze, mondhatni, begyilkolázta magát a tutiba. Rutinos maffiózóként immár politikusi pályára készül, ehhez minden képessége adott. Gátlástalan, egoista, számító, pénzéhes, roncsafat jellem. A véres cápából akár rendőrfőnök, miniszter vagy országelnök is lehet, sokaknál bevált ez a képlet. Mivel Cordellini rég nem nyújt fegyverhez, szegény jó Filip kénytelen másokat püfölni, zsarolni, likvidálni helyette, már pedig ennek az a veszélye, hogy ő kerül sitre vagy halott kémhez a főnöke helyett. Ennek a szolgai életmódnak véget kell vetni. Finalet dúzzadt a tetterőtől. Külsőleg mellkasban juttatta kifejezésre a dúzzadást, egy korábbi ígéretes férjelöltje a keblei közt lelte halálát. A pasas a két dús lágy gömb közé bújtatta fejét, majd édesdett álomba merülve gyilkos vákumba horkolta magát. Észrevétlenül fulladt meg, alig szenvedett. De mekkora gyászt okozott, hiszen már gyűrűt váltottak, hetet hét országot irigyé tevő esküvőt terveztek. Finalet teljes gázzal érkezett a legalább 20 éve nem látott tyúdorházhoz, amelyre valóságos palotaként emlékezett, hiszen gyerekként mindent óriásinak lát az ember. Lásd csodát, az ősrégi kúria most is jókorának bizonyult, még úgy is, hogy időközben ő széltében, hosszában és életkorban is hozzá növekedett. A melléképületek sem zsugorodtak kisebbre, mint amilyennek emlékezete megőrizte azokat. Talán csak a bejárat lett szűkebb, néhány kocsi el is akadt benne. Csodálkozás közben Finalet megfeledkezett a lassításról, viszont a kanyarodást nem mulasztotta el. Felfogván a hirtelen felmerült akadályokat, emelkedésre bírta a motort. Néhány döccenés, puffanás, némi festékáldozat árán átrepült a kapuban veszteglő akadályokon. A levegőt szelve felfogta, hogy éppen egy gyászjárgány fölött halad át. Halottas kocsi. Ezt a pekhet? Imogén nénikéje nem győzte kivárni, hogy ő ideérjen. Igazán életet volna még pár napig. Így elszúrni a meglepetést, gondolta búsan. Nem gondolkodhatott tovább, mivel ugyanekkor a hótestű szél forgótőcsér formát öltve lecsapott, és átrendezte az istállók felüli oldalon emelt alakzatokat, némelyik sísáncból piramist formált, némelyiket megmagasította, majd teljesen eltüntette. Ám nem érte be ennyivel. Tornádosebesen Finalet felé pörgött, vele együtt beszippantotta a 7 mérföldes fájtlat és a böhöm motort. A tölcsérén belül mindezt kegyetlenül összehavarékolta. Amint a boldog menyasszony szorosan gúzsba kötötte a saját leppentyűjével,
a saját csopperén, hanyagul tovaröppent, mint a soha ott se járt volna. Tegyél a magadévá! A tetőtől talpig bebábozott Finalett segítségért kiabált, csak úgy a vőlegénye által angyalinak titulált hangját suttogását tompította a korpuszára tekert szövedék. Szabadulási reményét azt táplálta, hogy a teste köré sűrített fátyol és a terjedő alkonyat okozta látási nehézségek dacára, az egyik eltüntetett hóhalom helyén rénszarvas fogatot észlelt, amely a télapó kétéltű közlekedési eszközére hajazott. Ez most vízió? De nem a piros palástos öreg úr, hanem jóval ifjabb lovásza, pontosabban rénésszel foglalatoskodott vele. Az illető is felfogta, hogy valami furcsa dolog történt a közelében. A szarvasokat hátrahagyva, a rózsaszín csipkébe és tülbe bugyolált, szaporán villódzó óriási kukacféleséghez lépdelt. – Segíthetek valamiben? – kérdezte. Finalett el annyiszor idegrohamot kapott, ha egy filmben szitává lőttek valakit, és az első odatoppanó ezt kérdezte az ezer lyukból vérző sérültől. – Jól vagy? – Soha jobban, cigány kerekezni tudnék, vadbarom. Most is hasonlót akart közölni. Segíthetsz hát? Válogass szét egy labor lencsét, és vedd meg nekem a Wedding Channel, nagyeszű. Ám szükre szabott lehetőségei miatt sajnálatosan nem bírta kibontakoztatni a dühöngést. Gyöbörögzöm, nyögögte a tekercselés mélyéről. Hogy rendben segítek, felelt a fickó, miért kifogtam a rénszarvasokat. Csak sorban, hölgyem, kap levegőt. Finalett rádöbbent, hogy hirtelenében fuldokolnia kell, máskülönben váró listára kerül. Haladéktalanul áttért az agóniára. Voltak éppen nem is esett nehezére, mivel a szoros kukacbáb belsejében egyre kevesbedett az oxigénben dúskáló levegő, mind jobban átengedve helyét a széndioxidban bővelkedőnek. A rénész kibonyolálta a légszomjas nőt a 7 méter fátyolból. Nem ment gyorsan, óvnia kellett az anyagot a szakadástól, piszkolódástól. Ha netán megfeledkezett az óvásról, a nagy rózsaszínű, villódzó pondró dühötten morgott, vonaglott. Ahogy fogytak a csipkerétegek az ara elől, úgy vette szemügyre megmentőjét. 30 körüli hímnemű. A zöld, vagy talán szürke, de mégis inkább óceánkék szemű, enyhén hullámos ajkú, mediterrán bőrszínű fickó, túl jóképű és férfias volt ahhoz, hogy heteroszexuális legyen. Az arcára vastagon felkent alapozó fokozta az elbizonytalanító benyomást. Finalett sasszeme észrevette, amit a púder és a visszafogott színárnyalatú ajakfény leplezni igyekezett. Több öltéssel összevart sebeket, homlokon, járomcsonton, szájon. Szivárványos zúzódásokat arcszerte, e félig bizonyára másutt is voltak, ám ezeket a ruha rejtette. A nő reménye felé lett. Meleg vagy? Kérdezte, mielőtt kibomlott a gúzsból. Tiltakozó válaszban bízott, mivel igencsak ínyére volt az első szembejövő. Tessék! Hőrent a fickó. Azt kérdeztem, meleg vagy-e? Mi szerint homokos? Köszönöm. Szuper, akkor tegyél a magadévá. A pasas még jobban megrekönyödött. Mi mévá? Nyögte. Tégy a magadévá. Persze nem itt, hanem az istállóban. Ott melegebb van, bemegyünk. Finalett még mindig nem merte biztosra venni, hogy megmentője hetero, vagy legalább biszexuális. Ugyanis képtelen volt felfedezni rajta a lelkesedés jeleit. Holott az ilyetén felszólításnak egyetlen nőkre érzékenyített pasas sem tudna ellenszegülni. Egy sem. A kanok folyton bikásak. Mindig az orrukban van a szoknyaszag. Úgy vélte a fickó fogyatékos, vagy túlsággal vidéki, ezért nem érti, mit kíván tőle. Más szavakkal próbálkozott. Boríts meg! Vágj gerincre! Úgy meglovagolnálak! A következő pillanatban arra figyelt fel, hogy tornádósebesen visszabábozódik, és a köré vont fátyol a motorjához rögzíti. A rénész pedig visszatért a szarvasaihoz, kifogta, az istállóba vezette őket, elidőzött velük odabent. A csupasz szán kint maradt a sötétülő ég alatt. Finalett nagyon óvatosan bontotta ki magát az előzőnél lazább gúzsból. Arra fátyolának nem esett bántódása, különösebben koszos sem lett, hála a hónak, amelyből majd csak olvadáskor lesz sár. Miután kiszabadult a fogságból, gyengéden feltekerte és visszadobozolta a leppentyűt, csak ezután hallatott bősz csatasikolyt. Mire elhallatta, be is robbant az istállóba, hogy felelősségre, kérdőre és magára vonja
a pimaszrén szarvas buzerátort, ám annak nyomát se találta. A szarvasok békésen szénáztak a boxukban, állkapcsuk jobbról balra, balról jobbra, majd újra jobbról balra mozgott, sem mellettük, sem a jászolban nem rejtőzött a szinte biztosan forró fickó. Fina lett minden tűvé tett volna, hogy ráakadjon. Eltökéltsége a boxoló állásban pattogó vallabiknál megbicsaklott némileg. A törpe kenguruk úgy tettek, mint a ötször akkorák volnának, meggyőzően éreztették, hogy az összes küzdősportban járatosak, és az utolsó csepp vérükig küzdeni fognak. Az arab áthátrált a szomszédos boxba. Az ott ténykedő, főként alagút ásással elfoglalt vombatokat, dagadt patkányoknak nézve pánikroham közeledtét érezte. Amikor a következő ajtót kinyitotta, rárontott néhány vérengző gúnár. A nekivadult libák gágogva sziszegve csípték, ahol érték, letébnesték, és szanaszét köpködték motoros csizmája, bőrszettje, rótjait, szegecseit. Észveszve menekült előlük, ám a vértudak szárny és csőrcsattok tartva űzőbe vették, kikergették az épületből, végighajszolták a magas hegységi akadálypark jellegű udvaron, az össze-vissza parkoló kocsik között. Finalet sikoltozott, segítségért kiabált, és a Filiptől eltanult bandaszitkokkal illette az ostromló madrakat, hasztalan. Azok elszántan üldözték, felcsattogtak utána a jeges sáncokra, és nem huppantak fenékre vele ellentétben, még a fejre állt hókotró félesség mellett sem. A ház felé zúduló Finalet vészsikolyai hallatán valaki septében kitárta a bejárati ajtót. A legjobbkor, legalább nem a saját testével kellett áttörnie azt, menekülő ara formájú nyílást zúzva rajta. A beengedő gyors reflexzel bevágta az ajtót a dühött gúnár horda előtt. A lendület tovább sodorta Finaletet a fogadótérben, így nem tudta azonosítani az illetőt. Mire elakadt a folyosói szőnyegben, nem volt ereje feltápászkodni. Szíve nem is vert, inkább csapkodott, minimum 500 percenként. Fejében zúgva, harangozva kavargott az összes vére, máshova alig is jutott. Csokolom, nyöszörögte abban a hitben, hogy Imogen néni ácsorog fölötte. Négy helyett nem igazán jóképű, ugyanakkor nem is csúnya pasas, bámult le rá. A kerekarcú, ferdeszemlésű, mégsem ázsiai fickó szeme barna, orra, szája apró volt. Haja szürkés szőke és borzas, termete nagymacis, akár csak Filipé. Kora legfeljebb 30 év, esetleg több vagy kevesebb. Akarsz bikázást? Kérdezte a kócos mackó. Finalet a vérlibákat is felvette örömében, hiszen éppen véget jött. Ez az, bikáz meg! Kiáltotta a könnyebb hozzáférés kedvéért igazított heverőtest helyzetén. Ami azt illeti, nem pontosan az történt, amire számított. A fickó térdre uppant mellette, és két lapát kezét az őszett csontjára téve bordarepesztő mellkasi masszázsba fogott, ami ellen nem védekezhetett, mivel meglepődöttségében és kínjában levegőt sem kapott. Légszomját orvosolandó, a bikázást kórosan értelmező pasas beszüntette a nyomkodást, egyik kezével befogta az ő orrát, a másikkal kinyitotta a száját, és rátapasztotta a sajátját. Olyan elánnal is annyi levegőt árasztott a tüdejébe, hogy Finalet csak nem Zeppelinné fúvódott fel. Csupán azért nem kezdett lebegni, mert a súlyos fickó rátehénke rábikásodott. Kétségbe esetten vergődött, tudván, hogy mentenie kell az életét, nem hallhat meg az esküvője előtt. Az eleven légkompresszorral a szájában kiabálni, harapni sem bírt. Kénytelen volt karmolni, bármennyire féltette is katedrálissá épített hercegnő szép körmeit. Végre valahára léptek dobbantak, és valaki eltávolította róla a tébolyult légbefúvót. Drága Uli, utolsó csodatétele! Jaj, Boston, mit műveltél? Nyögte Imogen. Amináltam őt, megmentettem, pihegte a beható újraélesztéstől kifulladt Dilinkó. Azt akarta, hogy bikázzam meg, direkt kérte. Hálából piszkosul összekarmolt. Reanimáltad, pontosított Etna. Egyenesen Olivóhoz fordulva kérdezte. Egyébként ki ez a nő? Fivére hökkenten merett rá. Ezt miért tőlem kell kérdezni? Miért kell minden nőt hozzám kötni? Mi vagyok én, Don Juan? A szőnyegen fetrengő Finalet igyekezett megszabadulni a szervezetébe juttatott légfelőslektől. Ügyes vagy, csak nyugodtan büfézzél, biztatta őt Imogen. Jaj, hát csak nem te vagy az, Finalet! Etna és Olivó is felfigyelt az ismerős névre.
Akkurátusan szemügyre vették a motoros bőrszerkóban befögő, csukló, ziháló jövevényt. A nem éppen tinédzser korú, duzzadt keblű rockerlány loknis tincsei főleg hattyú, rózsa és indigó színekben pompáztak. Szeme olyan kék volt, mint az éjszakai jégbolt, felső ajka csörszerűen elődomborodott az alsó fölött, anélkül, hogy túlsággal tát vagy széles lett volna. Noha az özbenyomás végül is kedvező volt, ők nem mosolyodtak el. Ez tényleg ő, bólintott a lány. Finale, minek köszönhetjük a látogatásodat? Miért nem kell már bikázni? Akadékoskodott Boston. Nem látjátok, hogy nincs jól? Nincs jól, de már javul, nyugtatta Edna. Te profi, megtettél mindent tőle telhetőt, rendbe fog jönni. Nem most kezdődik a TB-vetélkedőd? Dilinko a homlokára csapva sarkon fordult és elrabogott. Maradjatok sugó távolban, kiabálta a válla fölött. A figyelem ismét az újonnan érkezett felé fordult. Finalet érezte, hogy magabiztosságot kéne sugároznia, ugyanis vele ellenszenvező környezetbe került. Ám mivel az imént kifejtett melkasi és légkompresszió hatására életműködései jelentősen túlműködtek, egyelőre képtelen volt átállni vegetatívról éntudatos üzemmódra. Imogen nem késlekedett a gyógymóddal. Kikapott egy pohárkát a kötényzsebből, teletöltötte a drága Uli utolsó csodatétele nevű szeszfőzettel, és némi segítséggel felülő vendége kezébe adta. Végül nem engedte el, mert sürgető készsége támadt. Jaj, de hát te motoros ruhát viselsz, hiszen te vezetsz, akkor sajnos nem ihatsz. Finalett két kézzel kapaszkodott a felé nyújtott mentőitalba, ám az Imogen nem adta. Mindketten maguk felé húzták, mondták a gyümölcsös kert illatú stampedlit, valósággal szkander mérkőztek. Aztán a gyógyírra szomjazó ara felső teste kígyószerűen felemelkedett a pohárkához, és ráhajolva kiszürcsölte a párlatot, az utolsó cseppet nyelvhegyjel vette magához. Végezetül csuklott, böffentett még néhányat, és már is magára talált. Legfeljebb itt alszom, ha nem vezethetek, közölte, hallgatóságát megrettentve. Félre olvasatlan gesztussal jelezte, hogy Olivó segítse fel a szőnyegről. Amint ez megtörtént, átvette az irányítást. Azt a dilis nem akarom látni többet, közölte. Vegyetek neki egy gumijavító műhelyt, puszta szájjal elműködtethetné. Legalább 1000 barral tud fújni. Majdnem kidurrantott az eszetlen. Nyilván a te férjed, Etna, ha csak Olivó nem ratyi. Emlékszem, olvasékony kis csaj voltál. Ha meg épp nem könyvet bújtál, bárgyúképpel álmodoztál valahol. Ne izgulj, többé nem tépázlak meg, nincs is már varkocsod. Az milyen hülyén állt? Téged sem foglak bántani, Olivó, kinőttem már a dedóból, és a homárokat sem utálom, feltéve, ha 4 fal közt csinálják. Na mi lesz? Menjünk a szalomba vagy a konyhába, ahol enni-inni lehet. Kocintanatok kell velem, ugyanis férhez megyek. Bizony, gyűrűs menyasszony vagyok. Gyűrűs ujját a levegőbe tartva megcsillantott több karát gyémátot. Halló, lehet gratulálni. Ne legyetek már ilyen kukák, folytatta. Úgy nézem, itt kevés dolog változott. Imogen néni egy percet sem öregedett, mióta nem láttam. Már 20 éve is pont ugyanilyen vén volt mindenki. Csókolom, Valdusz bácsi, csókolom, Geneva néni. Látom, még élnek. Na de akkor kiért jött a halottas kocsi? Uli bácsi rég hulla, ugyebár? Mindeközben a konyhába érkeztek. A hulláskocsi nem vinni jött, hanem hozott, felelte Etna, és jelentőség teljesen hozzáfűzte. De persze nem hagyom, hogy üresen menjen vissza. Miért is hozott ide hullát? Minek az nektek? Csak nem nekróztok? Ki nem nézném belőletek? Ahhoz ti nem vagytok elég belevalók. Csevegett Finalet, biztosra véve, hogy az ő erőfeszítései nélkül leülne a társalgás. Már is jobban érezte magát, lényegében mindenkibe beledöfött legalább 1 fullánkot, pedig még csak néhány perce érkezett. Hoppá, kimaradt valaki. Télapó süti morzsás szakállára szegezte a mutatóját. Hé, tata, rászólhatná a bunkó rénészére, hogy tanuljon megviselkedni. Magoltassa be vele, hogy hölgyekkel alapvető az udvariasság, ha egy úrhölgy kér tőle valamit, vita nélkül teljesítse a parancsot. Rénészére? Ismételte Etna. A nyelv és az irodalom egyszerre volt a szenvedélye és a szakterülete. Gyűjtötte a ritka kifejezéseket, frissen született szavakat. Ja, a rénszarvasaival bíbelődő csávóra. Értelemszerűen nem lehet lovász, mivel rénész. Ezt se tudod. Minek olvastál annyit? A védjóságos a fejéhez kapott. Ho-ho-ho-ho-ho, rikoltotta. Megfeledkeztem Rudolfékról. Ki kell fogni őket a szánból.
Már biztosan farkaséjesek, ha szabad így fogalmazni. Finalett zsebbetszős mozdulattal kikapta Imogén kötényéből, drága Uli utolsó csodatételét, telebudjantotta és kihörpölte az asztalon lelt vizes porrat, majd a télapóra hördült. Miért nem figyel, tata? Az előbb mondtam, hogy a Rénésze elintézte a Rudikat, ahelyett, hogy nekem segített volna. London Bridge lépett a hasi örömök termébe. Mit sem sejtett az új jövevényről, ezidáig a híradóból próbált informálódni a világ ügyeiről a Jane Austen szalomban, még csak Boston oda nem toppant, hogy teljes önátadással részt vegyen a kora esti kvízben. Finalett Londonra merett. Íme a második szembejövő a dilis légbe fúvót nem számítva. És milyen jó pasi, eltekintve attól, hogy kicsit húsisabb is lehetne. Tégye magadévá, követelte. Hozzámegyek, ha sűrű puncik az ápor hullik a mennyből, akkor is. A felszólított a háta mögé, majd körbenézett, keresve kihez beszélt a rockernő, kisé tartva attól, hogy hozzá. Rutinosan felmérte az újabb vendég küllemét, kedvelte a gömbölyedett formákat, 10-15 év kor különbséggel is megbírkózott volna, ám mert a legutóbbi kapcsolatában súlyosan megégette magát, azon belül főleg a szakmai egóját, egyelőre nem vágyott a másik nemre, sőt, egyikre sem. Mélységesen átérezte saját szenvedését. A nők általában buktak rá, de mindegyik ugyanezt akarta tőle. Utána nem költöztek össze vele, férjül sem kérték, Uli bácsi gyógyfivei is csak ideig óráig segítettek. Hiába volt a nők üldözöttje, alig hogy utolérték, már mentek is tovább. Nehéz sors jutott neki. Az ajánlattevő nőszemély színpompás loknikat, tépázott motoros rocker szerelést viselt, legalább egy 10-essel idősebb volt nála, csinosnak mondható arcából átható szeszpárlat szag áradt, és úgy nézett rá, mint egy hentes kampon lógó, szép darab húsra. Továbbra is bámultak egymásra. Finalett rádöbbent, hogy a második szembejövő meglepően lassú felfogású. Márha ez meglepő a pofás pasiknál. Minél mutatósabbak, annál bugyutábbak. Csak az érdekli őket, hogy az izomrostjai kellően szálkásak e már. Az előítéletességgel gyorsan elkészülve, Metten rá is kiabált a tétován ácsorgó Londonra. Ha-ho, te is debil vagy! Nem baj, úgysem akarok hozzád menni, csak tégy magadévá! Dehogy teszlek, Kisztihan, tiltakozott Bridge. Na de kérlek, Finalett, hördült Valdusz bácsi, mi jött beléd? Nem lehet így lerohanni másokat. Különben is hol a vőlegényed? Mit szólna, ha tudnám, milyen illetlenül viselkedsz? A felelősségre vont, megörült az utolsó két kérdésnek. Na végre, valaki érdeklődik a gondjaim iránt. Ezzel kellett volna kezdenetek. Ti beszéltek nekem az illendőségről, ami egyébként divatja volt baromság, de azért merő udvariasságból megkérdezhettétek volna, hogy mi van velem. Tehát a vőlegényem legény búcsúra ment, de már ide parancsoltam. Ugyanis a mocsok nem tartotta be a megegyezésünket. Az anyaföldig leszokta magát, durván bepuncizott és betépett. Nem elég, hogy tisztonságokat művelt a spanyaival, még fel is rakták a netre, és hiába kapták le hamarjában, a kis pornómoziuk beégett nálam. Azt soha le nem törlik a látóidegemről. Szerintetek mit tegyek? Etna vállat vont. Felejtsd el a pasast, javallotta. Nem opció, legyintett az ara, különben is a vének tanácsát kérdeztem, nem téged. Imogen magára vette a megjegyzést, korelnökként közölte. Szerintem is felejtsd el. Finalett szeme elkerekedett. Nem voltam elég világos, vagy ti vagytok túl sötétek? Mi van már? Mondom a tényállást, a vőlegényemtől nem tágítok. Hozzámegyek, ha sűrű puncik az ápor hullik a mennyből, akkor is. A félrekettyintést tudom kezelni, mindjárt én is félrekettyintek az első szembejövővel. Ja nem, az első se volt normális. A másodikkal még összehozhatom. Az én volnék? Firtatta London. Megtisztelő, de passzolom. Kettyincs félre a harmadikkal. Télapó felemelte csoki krémes mutatóujját. Ho-ho-ho-ho, várjunk csak! Ez a nő nem azt mondta, hogy a Rénészem elrendezte a Rudikat? De hát nekem csak egy Rudim van. Nincs is Rénészem. Imogen sietett megnyugtatni a döbbent jóságost. Holnaptól ünnepi állatsimogató nyílik a kertben, magyarázta. A polgármester megbízott valakit az istálóban elhelyezett cukiságok gondozásával. Muki Egér egészen rendes fiatalember. Ugyan megissza a magáét, de nem alkesz. Dolgozni is tud, pusztán egy baja van, kicsit tart a macskáktól. Valójában csak a kifejlettektől. Ám itt beszélytelen kis cicák vannak,
és az ünnep végén majd örökbe lehet fogadni őket. Tehát bizonyára Muki Egér gondoskodott a Rudikról. Ki más? Fina lett, felhördült. Még nem beszéltük át a problémámat. Hagyjuk a francba a Rudikat. Mellesleg, amennyiben Muki Egérrel találkoztam, elárulhatom, nagyon aljas volt. Kosarat adott az elvetemül? Érdeklődött Geneva. Mostanáig nem szólt semmit, benyomásokat gyűjtött a rég nem látott távoli rokonról. Pontosan emlékezett, mennyit panaszkodott rá a kicsi Olivó annak idején, hanem Etna már akkoriban sem az anyjához futott a sérelmeivel. A maga módján, a saját eszközeivel viszonozta a hozzá képest bőven nagylány Finalet gonoszságait. Ami azt illeti, galátságban alig maradt el tőle, ám kifinomultabban, ötletesebben torolt. Végtére is az ő lánya. Kosarat! Ördült felháborodottan az arab. Az egy olyan aljas fazon, hogy jobb lett volna, ha a bába a torkát metszél a köldök zsinór helyett. Tudkóra buzi, vagy azért sminkeli magát, mert körkörösen transznemű. Nem lep meg, hogy összeverték a kocsmában, hol másutt. Szóval, amikor megjöttem, egy célruham összepólyált a gyönyörű egyedi menyasszonyi fájtlammal és a mocimmal. Muki Egér látta, mekkora bajban vagyok. Oda jött alkudozni, hogy előbb a Rudikat intézi, csak utána engem. Amikor mégis kihántott a pólyából, épp hogy megköszöntem. Ő pofátlan módon visszatekercselt, mint egy múmiát, és faképnél hagyott. Jesszus, mit mondtál neki köszönetképpen? Kérdezte Amli. Etna kuncogott, már-már a térdét is csapkodta. Most de vizuális típus vagyok, kezdte. Eddig úgy tudtam, a szavak embere vagy, rivalt rá Finalett. Én nem rögnék azon, hogy elcsesződtem. Ki volt az Avonie Bard? Üvöltötte Boston a Jane Austen szalomból. Shakespeare, felelte Etna. Dilinkó telitorokból a tévé arcába kiabált. Shakespeare, csukák, ennyit se tudtok? Ez a tag a férjed? Kérdezte Finalett. Gratulálok. Ez is mekkora kretén? Emlékszem máskülönben, anyám még jó párszor kicsaptak ide nyári szünetre, a világvégi Uli bácsiékhoz. Én megszagyon rá untam magam a sok debil sutyótól, titeket is beleértve. Olivó a pecára meg az íjazásra gerjedt a maga kiskrapekos módján, és te is rendesen idegesítettél, főként a folytonos lapozásoddal. Uli bácsiról és a sok vén haverjáról ne is beszéljünk. Ki sem mozdultak a zsuga, pia, barbecue, parasztmeló feltalálás szent háromságából. Olivó közben nyikkant. Ez éppenséggel ötféle elfoglaltság. Na és, hallottál már olyat, hogy szent ötösség? Förmett rá Finalett. Na, bölcsek marad, aki hallgat. Én meg már abban a korban jártam, amikor érdekelgettek a pasik. Volt itt annyi tehenész, kondás, traktoros, mint a rosseb. Nem győztem esténként ellógni hozzájuk, hogy valami kis örömöm is legyen, ha már száműztek ide, úgymond nyaralni. Azért az tűrhető volt, sokat táncoltattak, vittek traktoron. Tömérdek szép tevőm volt. Ha már a csíplőgép intelligensebb volt náluk, szórakozni elég jól tudtak. Csak azt nem értettem, hogy Uli bácsi vagy Imogén néni miért cipel ki teli holdas éjeken a kertbe, hogy aztán egy nagyon magas kémény árnyékában ácsorogjunk, és közben arról papoltak, hogy a méhecskék beporozzák a virágokat, a gólya hozza a pólyásokat, és hogy egy lány legfőbb kincse az erkölcse. Etna felsóhajtott. Megsérted az elbeszélés szabályait, előbb mondd el, miért jöttél, és utána még szívesen látunk, sztorizhatsz a múltról. A vének tanácsához jöttem. Philip Rolex, a hites főlegényem, megcsalt fél tucatnyi kis csajjal, pedig azt ígérte, hogy a legény búcsúján rulettezni fognak a spanjaival, és nyer egy halom pénzt. Az a kérdés, mit tegyek? Mint már közöltem, a szakítás nem opció. Oké, ne szakíts vele, de ne menj hozzá, tanácsolta Geneva. Ez sem opció. Nem szakítok. Hozzá megyek. Nos? Menj hozzá, de ne most. Halaszd el az esküvőt, a hadd bűnhődjön, ajánlotta Amli. Hülye volnék. A halasztástól vérszemet kaphat. Még azt ijedné, hogy végleg megússza a nősülést. Oké, ne szakíts, ne halasz. Menj hozzá, viseld el, aztán majd elváltok, ha nem bírod tovább. Sóhajtotta a fél tapasztalt Geneva. Nem válok. Én örökre szóló hűségesküt teszek. Na és Philip? Boston üvöltése hallatszott. Én nagy okosok, mit jelent a görög hűség kifejezés? Etna felemelte a hangját, hogy válasza eljusson a Jane Austen szalomba. Grössza Fidesz görög hűség, az álnokság és hitszegés gúnyos megnevezése. Gondolja trójai falóra, vagy a görög áldozatra a sakkban. Mi van? Rikkantott a Dilinkó. Csak mondd el ezt a tévének. Boston üvöltve közölte a készülékkel. Ne fogadj el semmit a görögöktől, semmit, trójai falovat se, átvágnak, ne sakkozz velük, legyőznek, állnak hitszegő banda,
Vágjátok, csukák! Na, ugye? Szokásnak nem nevezném, de egyébként szoktuk. Visszatérhetünk az én problémámra, epéskedett Finalet. Nem hinném, hogy meg tudjuk oldani, vélte Etna. Elfogadom, te már eldöntötted, mit teszel. Megbosszulod, ez kétség sem fér. Már csak az a kérdés, miként? Lelövöd Filipet? Dehogy lövöd le, neked ő élve kell. Te lecsulázod a jégkocka tartóját? Macska pisit teszek bele, közölte az ara felcsillanó szemmel. Tényleg eredeti, helyeselt Etna. Emlékezetem szerint a nyálból jégkocka, a házastárs italába egy Tom Wolf novellából ismert. Macska pisisről még nem olvastam. Hát még mit tennél a mocsokhentergővel? Megkéselném, merengett a lány. Egész jó ötlet, lelkesült Finalet. Életében először értett egyet Etnával. Ezen csontig meglepődött. Tüstét adott is neki egy filozófikus tanácsot. Csak ne szurkált halálra, de átvághatnál néhány fontosabb ideget. Én majd Filip fogkefejével csutakolom a vécét és a szemetest. Gyilkosan csípős csilikrémmel mázalom be a fügykösét, amikor alszik. Keserű sorra cserélem a konyhasót, attól aztán rotyra jut. Epiláló krémmel kenem be a fejét, mert retteg a kopaszodástól. Azt inkább el sem mesélem, miből csinálom a fagyját. Elég is lesz, borzongott Váldusz. Már is beteg vagyok. Megyek, ledőlök. Velem tartasz, Emily? Nem szóltál a nővérednek, hogy külön szobát kérünk? Csodálkozott a barátnője. Tudod, hogy nem bírok idegenekkel egy ágyban aludni. Hol vagyok én idegen neked? Az ágyban, Váldusz. 20 éve rugózol ezen. Szerintem itt senkit sem érdekel. De érdekel, jelentkezett Geneva. Ti nem szoktatok? Szokásnak nem nevezném, de egyébként szoktunk, tájékoztatta Emily. Úgy, mint a királyok. Miután megtörténik, külön szobába vonulunk. Tudnélék, a szex aktivitás fiatalon tart, mivel serkenti a nemi hormonok termelődését. Na, hogy műveljük. Azért a fiatalításban néha-néha belefér egy kis botox is, jegyezte meg Váldusz, szeretetteli megpakskolva imádottja kézfejét. Amli ráncmentes arcán nem látszott meg a kora, mindössze az, hogy régen volt fiatal. Külső beavatkozásra hajtóig hullámzó szemöldök vonala utalt. Ez kérdőnézést állandósított az arcán, és mivel a szemöldökével együtt a felső személye is megemelődött, merett tekintetében a rosszallásnak olvasható válasz is benne volt. Mindezt ellensúlyozták magasra kunkorodó szájsarkai, félköréves örök mosolya járom csontig ért. Úgy vélem, jól meglesztek a 8. Hendrik hálószobában, mondta Imogen. Olyan széles az az ágy, hogy nem is kell találkoznatok, ha nincs hozzá kedvetek. Váldoz bácsi, ez a Joker vigyorú nő a neje? Kérdezte Finalet. Azt gondoltam, maga már örökvén legény lesz. Szólhatott volna, hogy nősül. Isten ilyen értek a teljes körű esküvő szervezéshez. Tutira nem engedtem volna, hogy egy plasztikai kontár nyúljon a nőjéhez. Borzalmat műveltek az arcával. Kopj le az arcomról, kérte Amli méltóság teljesen. Biológiailag felszívódó szálakkal csinálták, vagyis nem marad így örökké. 2 év múlva mehetek újra a felhízlalt hitelkártyámmal. Mellesleg nekem és Váldusznak is nagyon tetszik az eredmény. Oké, értem, vont vállat az ara. Végtére is nem láttalak előtte. Na mindegy, már tudom, hogy potyára jöttem, nem sok bölcselettel láttatok el a bánatomat illetően. Ettől függetlenül eljöttek az esküvői szertartásomra. Holnap délután tartjuk, előtte Filip meg én teljes díszben felvonulunk a faluban Bömbikével. Így hívják a motorunkat. Jó idő és sok érdeklődő esetén, akár többször is. Nézzétek meg, örök élmény lesz. Imogen a szívéhez kapott. Úgy értsem, a vőlegényet nem a templomban fog először látni a menyasszonyi ruhádban. Ez szörnyen rossz ómen. Maguk még hisznek a zagyba babonákban. Miért? Talán a nász éjszakán fog először látni pucér valomban. Vagy akkor fog először megfarkalni. Számát se tudom, hányszor járt Filip Virgonc Krampusza a zamatos punillámban. Látván az elfacsarodott arcokat maga körül, élvezettel folytatta volna a megbotránkoztatást, ám ekkor közéjük suhant Vahina, aki mostig a régi holmik gardróbjában válogatott szalonképes dreszt, hogy ledobhassa végre susogós szettjét. Az arának tátva maradt a szája, nyelvén ragadt a következő pénisz szinoníma. Belátta, hogy lefőzték. A várúrnőnek öltözött Vahina gazdagon díszített bíbor színű abroncsos ruhája a földet seperte. Brokátos fényben tündökölt, és bár ez is súgott minden mozdulattól, kifejezetten elegáns, főúri sógással tette. És hogy még inkább letaglózza bámulóit, a ruhavállakat félköréves,
merev gallér foglalta keretbe. Bolein Anna is boldogan felvette volna a kivégzésére. Mina szerényen apródnak öltözött. Ezek kik? Firtatta Finalet, valamiképp ráérezve, hogy eközben Olivóra kell néznie. Hát ők, hát ő, habogott papucska. Hát te ki a franc vagy, mordult a várúrnő az új versenyzőre. Én Olivó jegyese, a születendő fiának anyja vagyok, igaz, barikám? Hát ő, én is mennyasszony vagyok, vágott vissza Finalet. Holnap lesz az esküvőm. Hát neked, honnan másztál elő ebben a dunyha szoknyában? Imogen italt töltött, szétosztotta a kupicákat. Ismerjétek meg egymást, mondta. A dunyha szoknás nő, Vahina, a mennyasszony pedig Finalet. Szerintem jó barátnők lesztek. A lelki hasonlóság, a sok közös téma és a teltház miatt. Vahina alhatna Finalet hotelszobájában, probléma megoldva. Nehogy alhat nálam, hőrent az ara. Nem sokára megjön Filip. Mit szólna, a két nőt találna az ágyban? Sunázna, dünnyögte az irodalmat, szlengtant és általános kultúrát tanító Etna. Ki volt Bassetto hattyúja? Üvöltötte távolabbról Boston. Giuseppe Verdi, felelte a zenebolond Emily. Ha Bassetto medvéjét kérdezik, arra is Verdi a válasz, mivel gyakran volt mogorva, ezért így is nevezték, egészítette ki Etna. Dilinko közölte az infókat a tévével. Finalet Vahinához fordult. Na hát, szóval Olivó, te elrejtett téged? Ah, ki se nézném belőle. Tudod, fura gyerek volt, semmi olyasmi nem érdekelte, amitől a kisfiúk nagynak, bátornak, tökösnek érezhetik magukat. Naposzat Uli bácsival lógott, pecázni jártak, hülye szerkezeteket találtak fel. Talán ezért lett belőle mérnök, szúrta közbe Geneva. Nemrég ragasztott, tojáscukor formájú körmeire pillantott, arra gondolva, hogy legközelebb nem érveléssel védi meg egyetlen fiú gyermekét. Ja, például feltaláltak egy evezőpadot, ami áramot fejlesztett a tévézéshez. Ha nem eveztem, nem láthattam a kedvenc sorozataimat. Égtelen szemétség volt. Újnyi vékonyra fogytam tőle. Na és a számzára szobám ajtaján azt is együtt agyalták ki, hogy ne jöhessek ki kedvemre. Mindig változtatták a kódot, és csak úgy fejthettem meg, ha előtte kisepertem, portöröltem, beágyaztam, mert sose tudhattam, hogy a lapát, a seprű, a matrac vagy a portörlő alá rejtették-e az aktuális nyitószámsort. A nővérem volt az ötletgazda, árult el Olivó. Büszke is vagyok rá, mi csak megvalósítottuk. Etna csatlakozott a társalgáshoz. Még valamit feltaláltak a kedvedért, abban is segítettem, mivel folyton azt követelted, hogy tiszteljünk, és ismerjük el, milyen szép, okos, vonzó, mi egymás vagy, csináltunk neked egy segnyalógépet, hogy ne függj tőlünk. Ha bekapcsoltad és rápucsítottál, egy lucskos puha szivacs elvégezte, amire vágytál. Erre emlékszem, oltári nagy sértő szemétség volt, mint az, hogy idejöttem nyaralni, és velem takarítatták a szobámat, de borsót és krumplit is pucoltattak velem, sőt. London Bridge szeme felcsillant. Megvan még a segnyaló szerkezet? Kérdezte. Etna meglepődött. Úgy érzed, nem tisztelünk eléggé? A melóhelyemre kéne. A csendes, passzív Olivó felélénkült, világossá vált, hogy folyamatos mondatképzésre is képes. Mi az, hogy megvan? Létezik a továbbfejlesztett változata is. Nemrég építettem meg, roppant sikeresnek ígérkezik. Már is több tucatnyit rendeltek belőle. Nem csak háztartások, hanem munkahelyek számára is veszik. A Finaletnek barkácsolt alapmodell ősnudli ehhez képest. Egyébként hivatalosan nem segnyalógépnek nevezzük, hanem toppor komfortnak. Többféle változatban készül. A fürdőszobai favorit például kiváltja a bidét, a kezelőpanelen beállíthatod a nedvesítővíz hőfokát, illatanyagát, ha akarod habzik, ha akarod villódzik működés közben. Extraként rendelhetsz hozzá cserélhető dichirmuthus szalagokat, variálható nyalófejeket. A hálószobai verzió a teljes élvezet, lényegesen többet tud, több különálló nyalófejjel rendelkezik, rezeg, vibrál, tunkol, az összes intim zónához használható. Óhaj esetén a szexuális képességeidről is hosszan ömleng. Az előszobai változaton még dolgozom. Ez a modell a munkából fáradtan hazatérők vigasza lesz, az utcai cipő lehúzása közben végezni a dolgát. De persze van még egy más, majd behozom a katalógust a kocsiból. Itt járt a Prikulics.
Roszkó a rérszarvas gondozást követően visszaterelte a háborgó libákat a boxba. Néhányszor meghiúsította a megszállottan ásó bombatok szökési kísérletét, azután feladta. Beleütközött két kúszósülbe, amint azok a hideg elleni védekezésül a folyosón tárolt szalmabálák egyikébe fúrták magukat. Enni adott az ünnepi tojásrakásra készülő nyulaknak. Játszott néhány menetet a boxmániás törpekengurukkal. Vigasztalta az anyáttalanná tett kis cicákat, kutyakölyköket, és mivel továbbra sem érkezett senki, hogy gondjukat viselje, holott szemlátomást igényelték volna, őket is megetette. A mosómedvék is kaptak a kutyatábból. Úgy festett, ők szabadon járkálhatnak, az a dolguk, hogy mindenbe beleüssék az orrukat, bármit elcsaklizhassanak és megmosogassanak. Roszkó elhagyta a hűvös istállót. Melegedési szándékkal a ház felé indult, remélve, hogy odabent ételhez jut, talán még lopnia sem kell. A szexmániás rockernővel történt affér óta a szélvihar elcsendesedett, a hideg megenyhült. Bizakodott, hogy ez utóbbi Etnával is megtörtént, vagyis London, a hűbarát, mostanra meggyőzte a lányt, hogy álljon szóba vele kés, klofoló, csákány nélkül. Megállapodtak, hogy ez esetben Bridge üzenetet küld, ám eddig csak aggasztó és fura SMS-ek jöttek tőle, miszerint a hangulat nyelmentes, van süti, itóka, imádnál itt lenni, de téged utálnak, be ne jöjj. Azt mondta, lelőne vagy megkéselne, rejtőz. És a legutóbbi, megvan, mit veszünk a leköszönő balonénak, segnyalógépet. 3 mosoly smiley. Tehát továbbra is bujkálnia kell, egy biztos, Uli bácsi lovas szobrának a közelébe sem megy. A fagyoskodó, éhes Bush Hudson igyekezett talpon maradni a síkos jégsáncokon. A legmeredegebb ponton elakadt hómaró mellett mégis megcsuszamlott. Már-már hanyat vágódott, ám zuhantában valamiképp megpördült. A hasára zuttyanva lavinasebesen zúgott volna lefelé. Reflexből megragadta a fejen álló csapadékfaló legközelebbi kiálló részét, a vezetőkabin peremét, megakadályozván a további csúszást. A rémületesen kinéző hó és jégdaraboló forgószerkezet a feje fölé tornyosult, mint ha azzal fenyegetőzne, hogy rögvest felszecskázza őt. Kapaszkodás közben Roszkó alig hitte el, hogy egyszerre ennyi mindenre gondolhat az ember. A körülményeivel vívott élet-halálharc közben eszébe jutottak a karácsonyi szép napok, a pokoli jégen csúszkálások. Ezek sodorták közelebb az addig ismeretlen Etnához, igazi szeizmikus, vulkánforró testi közelségbe. Egymáson hemperegve meg is beszélték, hogy indulnak a téli olimpián, szabadfogású korcsolyázásban és jégpankrációban, valójában sokkal intimebb olimpiára vágytak. Később Imogen kutyáinak kiszabadításán fáradozva egymáshoz tapadtan araszoltak a jégen egy vízálló abrosz tetején, alig leplezett vágytól felkavartan, csupán Geneva anyuka féltő beszólásai hallatán zökkentek ki olykor a varázslatból. Még később a lakóhelyükön folytatódott a lázas, testi-szellemi kapcsolat, egyre több nappalt és éjszakát töltöttek együtt, hol egyikük, hol másikuk lakásában, mindinkább belátva, hogy ez bizony lángoló szerelem, és egyetlen háztartás is elég volna nekik, amikor megtörtént. Mindent feladva végzett gyorsan mennie kellett. A csapadékfalóval is történt valami. Talán a jég puhult fel, esetleg a belekapaszkodó Hudson gravitációval vívott, vesztésre álló küzdelmet tette. A fogülesett masina megmoccant, akár egy kilazult fog, majd dőlni kezdett törvényszerűen a lejtő, vagyis az alatta heverő férfi felé, aztán már nem is dőlt, hanem zuhant, kupakját vesztett tankjából, benzint okádva. Roszkó fel nem foghatta, miért szorongatja még mindig a vezető fülkeperemét. Rég el kellett volna engednie, hogy lezúduljon a jeges lejtőn, és a bejárati ajtó állítsa meg suhantában, akkor is, ha utána lelövik, megkéselik, vagyon csákányozzák. Amennyire a ráfolyt benzintől bűzlik, könnyedén fel is gyújthatnák. A csapadékfalót elengedve félrepördült. Uli bácsi kreálmánya elcsattogott mellette, néhány bufec utána kerekein maradt, és még jobban felgyorsult. Csörömpölve zörögve vette célba a nemes tölgyfa ajtót. Lefelé száguldás közben tűzijátékosan szikrázott. Roszkó továbbra is odébb és még odébb hemperedett. Abba sem hagyta, míg biztonságos távolságba nem került a bejárattól. Az égtelen zaj hallatán feltárt ajtón fénytódult ki, a csapadékfaló pedig betódult. Az ajtónyitó, mázlista még időben félreugrott.
Hudsonnek újra eszébe jutott a viaszos vászon terítőn tett érzékörjítő utazása Etnával, ám ezúttal pusztán azért, hogy felhívja figyelmét a házba vezető kutyaajtóra, mely az Imó Mama Icipici Kutyuskái elnevezésű helyiségbe nyílt, ahol a három böhönye, Medvetalp, Dromi és Golyhó tanyázott. Miként karácsonykor megtapasztalta, ilyen céda időben az ebek csak muszájból dugták ki az orrukat az ötcsillagos felszereltségű kéjlakból. Tehát ő most bekúszik hozzájuk, lejattol velük, azután a szobájukon keresztül a Tudorház belsejébe lopózhat. Jó tervnek tűnt. Csak hogy nem számolt azzal, hogy a benzint fröcskölő gép bucskázásai során csiholt szikrákból tűzlobban a gyóanyag útját követő lágnyelvek a nyomába erednek és halálbiztosan utolérik őt. Az immár fizikailag is lángoló Hudson ellohult a legközelebbi húrakásig, és pánikszerű csukafejessel befúrta magát. A csapadékfalót beeresztő Boston az első megrázkódtatásból ocsúdva kinézett az ajtón, azt gondolván sarki fény dereng odakint. Nem sarki volt, mert sárgán lángolt nem csak vízszintesen, de vertikálisan is. A függőleges lángolás gyors mozgással távolodott, majd hirtelen a levegőre hasalva rakétaként a hóba hatolt és ellobbant. Hamarosan a horizontális tűz is kialudt. Boston megállapította, hogy korán van még a szellemjáráshoz, tehát bizonyára lidércfényt látott. Nemrég olvasott a témáról. A lidércfény hol biztosan kincs rejtek helyét jelzi, ezért a lángolós helyet sürgősen meg kell jegyezni. Aztán egyes lidércek tojásból bújnak elő, trágyadombon vagy hónajban szokás keltetni őket, húsvét tájékán esetleg nyúl alatt is kikelnek. A lidérceknek nevük is van, ő még azt is tudja. Visszalépett a házba, és lelkesen közölte a csapadékfaló köré a gyűlt bámészkodókkal. Itt járt a Prikulics, láttam ám csukák! Roscoe áldotta a fortunáját. A bejárattól távol lévő szél összehort a hókupacon még senki nem járt, így az nem tömörödött áthatolhatatlanná, ezért enyhébb agyrázkódással megúszta a befúródást. A reflexeit is áldotta, melyek már akkor az oltóhely felé röptették a korpuszát, amikor a nosztalgiázással lebilincselt tudata még épp csak kapizsgálta, hogy tüzet fogott a ruhája. Viszont kezdett megorrolni a csökönyös Etnára. London már biztosan beavatta őt eltűnése rejtélyébe, elmondta, hogy szívszerelme miért nem adhatott életjelet magáról, és ez mennyire fájt neki. Már meg kellett volna érkeznie a várva várt SMS-nek, körülbelül íjféle szöveggel. Mindent megbocsátott, és ebed érted. Jöhetsz, rohanj! A hórakásból kifarulva, kormosan és hólétől csöpögve éppen a kutyaajtó felé indult, amikor az izgatott háznép kicsődült a sísánc aljába. Tisztán hallotta, hogy Prikulicsot emlegetnek. Nem tudta, ki lehet az, és miért olyan izgatottak miatta. Örült, hogy a sötétség jótékonyan elfette ott létét, ő ellenben látta a bejárat mellett a lámpa fényében tanakodó alakokat, köztük a régóta nélkülözött Etnát. Szíve szerint azonnal oda nyargalt volna hozzá, benzinbűzösen, kéményseprősen, zúzott arcán baratokkal, amikor rádöbbent, hogy csak is ő maga lehet a Prikulics. Úgy döntött, később majd megkérdezi a zsebében lapuló zsenimobiltól, ki az ördög az? Megvárta, még az értetlenkedő família visszatér az épületbe, anélkül, hogy megfejtették volna a házba rontott hókotró rejtélyét, és folytatta útját a kutyaajtó felé. Az ökrömnyi evek határozottan örültek négykézlábas betoppanásának. Egymással versengve lenyalták róla az összes púdert, szájfényt, örömükben megrágcsálták a varatait is. Oda vitték neki a labdájukat, kedvenc plüssüket. Golyhótól még egy kincsszámba menő kutyakekszet is kapott. Éjségében be is folta, és már bár elpityeredett, mint egy háláskeblű telefonrománc karakter. Jól lehet, Etnától remélt hasonló kedveskedést, részéről csak pőre csákány dobálásra számíthatott. A fickó előbb nyakaz, utána vallat. Ezen közben az Imogen által némiképp félreismerten dolgos, de rég nem igazán alkesz fickónak vélt, Muki Egér Bece nevű önkormányzati alkalmazott, bebiciklizett a torlaszos kapun, ugyanis ő télen-nyáron, hóban, jégen, józanul csicsenten bringával közlekedett. Az elakadt kocsik láttán újfent eszébe ötlött, mit bízott rá az alpolgármester asszony déltájban. A felfúvalkodott nőszemély azt akarta, hogy ő, Clarence von Tichtól, akinek az ősei köz szép számmal akadtak nemesek, még ha némely szanyai királyok időnként visszahappolták is a címüket, személyesen pattanjon fel a markolókanalas traktorra, és pucolja ki Imogen Tudor udvarából az összes havat.
Utána lássa el a másnap nyíló állat simogató jószágait, és ha ezzel megvan, de csak is akkor, visszamehet a sárga földbe itogálni, már ha nincsennél intellektuálisabb dolga. Hát először is a háta mögött ló örömkének csúfolt fehér nép maradt volna a fakanálnál, ringatna bölcsőt élemedettségből kifolyólag az unokáikét, sem hogy nemes férfi embereknek diligáljon. Mukiegé just sem mozdult ki a kultúrházként is emlegetett sárga földből, hanem aznap este felé a kocsma a szokásosnál korábban bezárt, hogy helyet adjon a dalköri főpróbának, mivel a valódi kultúr otthonban is teltházas próbák zajlottak. Nem a nagyszámú közönség okozta a teltházat, hanem az ünnepi műsorokra készülő sok-sok lelkes amatőr művész, színész, rendező, énekes, táncos és egyéb potenciális zsenik. Annyian voltak, hogy a maradék népességből alig ha telnék ki komolyabb létszámú közönség az elkövetkező napokban előadandó produkcióikra. Illetve dehogy nem. Ha nem egyszerre játszanak, danolnak, táncolnak, az éppen ráérők megnézhetik a soros fellépőket. Miután kicsapták őt a fűtött helyről a gonosz időjárási elemek közé, Mukiegér bringára pattant, és örvendezve, hogy legalább a szél elkúshat végre, a tetthely felé tekert. Útközben eldöntötte, hogy a markolózáshoz már túl sötét van, azt majd holnap reggel végzi el. Most megeteti a jószágokat, feltéve, ha nincs köztük kifejlett macska, pláne fekete. Ló örömke megesküdött, hogy csak icuri-piculi cicusok vannak. Ad nekik vizet, aztán hazatép és pótolja az elmaradt kortyokat, bár szólóban a pia sem olyan kívánatos, és ugyebár ökörisszik magában. A munkához közeledve megint észbe idézte büszkeségét, nemesi származását, ám ekkor eszébe jutott Ló örömke epés megjegyzése is. Szerinte azért Clarence-nek írják a nevét, nem pedig Clarence-nek, mert már az őse is folyton tintás volt, és rosszul betűzte le a fia keresztelőjén. Utóbb a család összes hím tagja a Clarence utónevet örökölte, holott normális helyeken csak a családnevet szokás konzekvensen örökíteni, továbbá a DNS molekulájukban biztos van egy rakás alkezgén, amely a szeszfüggőségüket predesztinálja. Ez a beszólás ugyan elvontan bizonyult Mukiegér számára, de annyit kiértett belőle, hogy égetik. Pont az a fehér nép, aki fiatalon protekcióval lett kupacvég szépe, aztán egy plázában épített karriert, mint hostess, holott olyan a kinézete, hogy legfeljebb egy hím ló szeme akadna meg rajta. Mukiegér mindannyiszor felidegesítette magát, ha munkáltatójára gondolt, most pedig még egy kifejlett macska is átfutott előtte az úton. Emiatti felindulásában reszkető inakkal kacsázni kezdett, ráhajtott egy jégfoltra, és akkor átesett, hogy a földrengés jelzőközpontban megkondultak a harangok, vagy amik megkondulni szoktak talajrengéskor. Miután feltápászkodott, direkt nem engedte magának, hogy ló örömkére gondoljon, így aztán többé-kevésbé épségben érkezett a tyúdorházhoz. De már a kapunál elakadt. Halottas kocsi. A halottas kocsi áll. Az udvar sötét. Az épület ablakai szintén sötétek, habár az el nem markolózott hódomborzat miatt csak az emeletiek látszanak, odafent viszont ezer éve lélek se lakik. Jaj, de pont ott laknak a lelkek. Ó, írgalom anyja, vagy atya, ne adj el. A környezet csendes, zéró mozgás. Most akkor mi van? Nem halt meg senki, avagy teljes létszámban kihaltak? Ragályos? Nyugi, nem a házba jött. Mukiegér kikerülte az elakadt járgányokat. Megcsodálta a dizájnos motort, átgondolta, mi lenne, ha elkötné. Végül nem lopta el, mert a helyi információs központban, ahol a világon mindenről tudtak, más szóval a sárga földben, azt beszélték, hogy holnap itt esküszik örökhűséget Imogen, vagy a néhai Ulysses, távoli unokahúga. Félelmetes bandatakhoz, vagy mafiózóhoz megy feleségül, fene se tudja, melyik a rosszabb. Állítólag a fickó előbb nyakaz, utána vallat. Ami azt illeti, ez a jelmondat bandatagra és mafiózóra egyaránt érvényes. Oké, a moci marad. Amúgy már korábban kinyűgyörködhette magát benne. Néhány órával ezelőtt suhant el a színes hajú bőrruhás menyasszony a Krimó előtt, a pöpesz gép ugyan tovább haladt, ám a végtelen hosszúságú, romantikusan villodzó fátyol még mindig a nyomában lebegett. Drámai hatást ért el, a helyi fehér népek azóta is vágytelin zokognak. Az alpolgármester asszony nyilván a guta csépeli, ha netán látta a filmbe illő jelenetet, amely még az elfújta a szélben is megállná a helyét. Halálbiztosan látta, a hírkereplő fehér név figyelmét semmi sem kerülheti el. Ló örömke
Tavaly rendezte meg a lánya esküvőjét végtelenített uszállyal, 7 lovas hintóval, 20 méteres limuzinnal, síppal, dobbal, nádi nyekergővel. A puccos menyegző után az egész falu nép arra várt, mikor jelennek meg nála az európai uralkodó családok eseményszervezői továbbképzésre. Munkiegér haladéktalanul megtiltotta magának, hogy még egyszer eszébe merje jutni a gőgös nőszemély, a hím ló lelje örömét benne. Teljes tompultságra volt szüksége a munkavégzéshez. Benyitott az istállóba, felkapcsolta a lámpát. Boxtól boxig járva szénát, répát, liba, kacsa, nyúltápot, kutya és macska eledelt szólt a jószágok elé. Az állatok csekély érdeklődést mutattak az élelem iránt, passzívan hevertek, pislogtak, horkoltak, az apróbbak, az anyjuk után ríttak, nyüszögtek. Mindenfelé óriási hájas patkányok mászkáltak. Róluk tudta, hogy nem idevalósiak, a zsebes állatok földjéről származnak, attól persze még patkányok, csak farkatlanok, bozontosak, egzotikusak és maciszerűek. Mukiegér kevésnyi melókedve is elhambadt. Miért nem tömik a fejüket az állatok? Betegek talán? Na de kit izgat ez? Nehogy már az állatorvos melóját is ő végezze el. A rénszarvasok láttán berém lett neki a kint veszteglő szám. Tavaly évvégén az a szóbeszéd járta a kupacvégi kultúrházban, hogy Imogen több napon át vendégül látta a télapót, az igazit. Na és, ezen a helyen évszázadokon át annyiféle furcsaság, szörnyűség történt, hol itt a szenzáció? Például a Tudor birtokon található, az úti könyvekben is feltüntetett vetéltető kémény, avagy küretelő kürtő, amely, állítólag, teliholdas éjeken fejti ki a hatását a megesett lányok és asszonyok megkönnyebbítésére. Csupán be kell állni az irdatlan kémény árnyékába, és az áldatlan állapot felszívódik, megszűnik. A legendán felbuzdulva bukta a pékmester, angyalcsináló kalácsot árult a fantázia szüleményekre fogékony falu és turista népnek. Azt is beszélték, hogy valahol a birtokon lehet elásva a milliárdokat érő aranykoponya. Nos, ez hol biztosan kamu, ugyanis Ulisses bácsi életében kincskeresők tömegei kutattak a színarany halálfej után. Az öreg úr bíztatta is őket, hogy talán ezen a földdarabon van, esetleg azon a táblán, vagy a másik ugaron. A kincsvadászok buzgón végig túrták a mutatott területeket, ám az aranykoponya sosem került elő, hanem a Fondor bácsi mindannyiszor bevetette a frissen felásott részeket. Az ő földjein termett a legszebb kukorica, répa, uborka, halomnyi díjat nyert velük. Az egyik helyen ígéretesen bejelzett a detektor. Az aranykeresők addig vájták, fúrták a talajt, míg nem szökőkútszerű vízforrásra bukkantak, amely oly váratlanul és magasra tört fel, hogy csak nem a holdig röpítette őket. A talajra visszazuhanva ráleltek a műszert ingerlő fémtárgyakra, egy rakács ócskaságra, bilire, lavorra, ekevasra. Uli bácsi ebből a kiapadhatatlan ártézi kútból építette ki az öntözőrendszerét, miáltal még több, dúsabb termést ért el, és ez további díjesőt eredményezett számára. Mukiegér gyanús mozgást észlelt a szeme sarkából. Oda pillantva látta, hogy egy kifejlett fekete macska rohan keresztül az istállón. Siettében is jól látszott, hogy az óriásra nőtt, színizó fenevad, feketébb, mint a kaszás köpenye, oldalvást álló hatalmas fülei denevér szanyszerűek, vagyis egyértelműen nem tiszta vérű macska, szörnyfajzat, párduc és bőregér keresztezése állhat fenn, duplán pocsék ómen. A macska félő önkormányzati dolgozót pánik rohamozta meg. Kellett neki a borzalmas kísértetek által lakott Tudorházhoz jönni. Régóta mondogatják a falubeli nénék, hogy Uli bácsi boszorkánymester volt, és Imogen örökölte ártalmas hatalmát. El innen, hamar, legközelebb csak is világosban merészkedik ide, ha egyáltalán. Spiccen menekült, az istálló ajtót tárva nyitva hagyta maga mögött. A bringára pattanva eszehagyottan tekert a kijárat felé. Kapkodtában nem előre, hanem hátrafelé bámult, attól rettegve, hogy a vérszomjas párduc de nevér a nyomában lohol, és ő szanaszét szaggatva kínok közt végzi. Ennél csak az a pokolibb halál nem, ha a férfi ember hörpölke hiányában porrá szárad. Őt pedig most mindkét vészve fenyegeti. Másfelé koncentrálása folytán a bicaj első kereke a gyászkocsinak ütközött. A becsapódás lendülete kivetette őt a nyerekből, és beröpítette a nyitott ablakon, amelyen át a szél már korábban telepakolta az utasteret hóval. Ez tovább tompította Mukiegér röptét, ám olyan puha volt, hogy teste derékig belelövelt, és azon túl viszonylag kevés levegőhöz jutott.
A halottas kocsin kívül rekedt alfele, továbbra is pánikszerűen biciklizett. A párduc fekete macska mama megtalálta elhurcolt kicsinyeit az egyik boxban. Dorombolva tisztára nyalta, megszoptatta őket. Töprengett, hova meneküljön velük az emberi aljasság elől, annál is inkább, mert a kitárt ajtón behömpölygő hideg miatt is a kicsik reszkedtek. Nem csupán az övéi, a box másik felében elrekkentett, ugyancsak az anyjuktól elrabolt kölyök kutyák is sírva didregtek. Egy bárányt hordok a szívem alatt. Imogen kijelentette, hogy a jelenlévők mindegyikét vendégül látja vacsorára, de Finelet és Vahina nem maradhat a házban éjszakára. Kijelentése felbojtította az egyébként sem higgadt kedélyeket. Amennyit eddig szittyóztam, jelzem, magának köszönhetően már azt sem tudom, melyik szladiban lakom, tiltakozott Finelet. Ki se látok a fejemből. Hála az égnek, itt csak egyetlen hotel van, vakon is oda találsz, felelte az özvegy. Nem mellesleg, időben óvtalak az ivástól. Vahina is protestált. Csak nem képzeli, hogy kirak engem, a hasamban növekvő magzattal és egy kiskorú gyermekkel, a fagyos éjszakába, nincs is hely a szállodában. Mina maradhat, a magzat értelemszerűen veled tart, közölte a Tudor ház asszonya. Ha Finelet nem viszel a hotel szobájába, alhatsz a kocsitban. Micsoda, kizavarna a hullásverdába? Ez nem is morbid, ez egyenesen aljas, márpedig én Olivóval alszom, most már mindörökre összetartozunk, egy család lettünk, egybe fogunk élni, igaz, Barikám? Nagy puszi az összes jóképűségedre. Dehogy alszol velem, dehogy kelünk egybe? Jajdult ki szemeltje. Be se léphetsz a szobámba. Bezárom az ajtót, el is torlaszolom, berácsozom az ablakot. Nagy puszi kidüllesztette a hasát. Akkor a küzövödre fekszem, félidős terhesem, és kihívom a sajtót, hogy országvilág lássa a szemét bánásmódot, sikította. Én már a vacsora meghívást sem értem, jegyezte meg Etna. London meghívásával miért nincs gondod? Csapott le Vahina. Ő sem erről se rokon. Vagy úgy, ha nincs Roszkó, ő is megteszi. Tehát mostantól vele folytatsz etyepetyét. A dilis böszmese zavar. Piszok malacosan eszik, pontosan emlékszem. Nekem kéne kijelentenem, hogy nem ülök vele egy asztalhoz, de én úrinő vagyok. Na Ácsi, horkant Finelet. Először is Londonnal csak ne tervezzetek. Stipistopi, ő foglalt. Bosszút fekszem vele, Filip mocsoksága miatt. Bridge felhördült. Dehogy is fekszel velem, se bosszút, se mást. Álva szereted? Felőlem. Fura, az ellenbezzeg nem tiltakoztál, hogy Etna hálót vetett rád. Vahinának vércse szeme van, kitűnően látja. Mert nem is vetett. Az ágyamat vessétek, rendelkezett nagy puszi. Engem minden semmilyen jogon nem lehet kipaterolni. A család tagja vagyok, egyszer és mindenkorra. Egy bárent hordok a szívem alatt. Ez viszont a Tudor ház csillagom, szólt Geneva kajánul. Ha meg akarod ismerni Olivó atyát, idős Bryant, semmi akadálya, huppanj a hullásverdába és látogasd meg. Nem lehet olyan borzasztó fazon, ha nem bírt ki titeket. Mi nem bírtuk ki őt, nagy különbség, de ti imádnátok egymást. Ennek még az apámat se tenném ki, aggódott Etna. Imogen rájuk förmett. Elég legyen, most pedig megvacsorázunk. Az ittalvósok menjenek a szobájukba, és öltözzenek át az étkezéshez. A fennmaradó kettő velem jön, és teríteni, tálalni segít. Én nem cipelletek fazekokat, még elvetélnék, ellenkezett Vahina. Hány ingerem is van? Finelet felcsuklott. Én meg tök koordinálatlan vagyok, összetörném a brüsszeli porcelánt, és én is mindjárt okádok. A brüsszeli nem porcelán, hanem csipke, magyarázta a tévézésből visszatérő Boston. Csukák, figyú, drámajáték jön. Most mindenki álljon körbe engem. Én végzetes szívrohamot fogok kapni, persze nem igaziból, és elterülök a lábaitoknál. Ti figyeljétek az apóniámat, és közben gondoljatok arra, hogy na végre úgy kellettem mocsogganni rohadéknak. Úgy reagáljatok, mint a utálnátok. Na, mehet? Nem lesz nehéz beleélni magam, bólintott nagy puszi. Felőlem mehet? Közrefogták Dilinkót, teret hagyva neki a fatális szívrohamhoz. Ő pedig felnyögött, két kézzel a mellkasába markolt, és pontatott lassúsággal összecsuklott. Hörögve vonaglott a padlón, egyik kezét segítségkérően a körötte állók felé nyújtogatva. A másikkal tovább dögönyözte a szívtájékát, és váltott lábakkal utolsókat rugdalt. Közönsége azonosult a kapott instrukcióval. Elhátráltak a közeléből, egyre boldogabban figyelték végvergődését. Némelyikük dobolt a lábával, mások karbafont kézzel billegtek, páran az órájukat lesték sürgetőn. Valamennyiük arcán kaján és vagy megkönnyebbült vigyor terjengett. Boston rúgkapált még néhányat, végül kiszenvedett és felpattant.
Köszi, pontosan így képzeltem el, lelkesült. Jól csináltátok. Biztos így történt igaziból is. Van igazság a televényen. Mit láttál a tévében? Informálódott Etna. A téma eredetét illetően jó irányba keresgélt. A drámajáték nevű technikát már ismerte, rendszeresen alkalmazták az új otthonban a gondozottak hasznára. Egy diktátoros dokufilm volt. Arról szólt, hogy egy kis görcs manus bepolitizálta magát a tutiba, és hősi rimbuszt rittyentett magának. Folyton ajnároztatta magát a néppel, és munkatáborba vagy sítre cipeltette azokat, akik nem akarták ünnepelni, és megszállta az életüket teljesen. Rájuk telepedett a mesternyalnokaival, elvette mindenüket, dőzsölve élt belőlük, a pucátlan nép megimádgatta őt. Amikor a kis görcs zsarnok vénülni kezdett, tudós csoportok éjjel-nappal kutatták neki az örök egészség, fiatalság, az állandó farokállás és a soha meg nem halás titkát, na persze az alattvaló pénzéből. Hanem a zsarnok egyszer mégiscsak szívrohamot kapott, és kingörcsök közt kipurcant. Végre, végre, haha! Nem mutatták a filmben, de szerintem a sokszorosan szájba kakált szolgák hagyták őt vergődni. Imádták nézni az apóniáját. Köszi, hogy eljátszottátok a kedvemért. Csak sajnos még mindig ott ácsorog a függöny mögött, vagy a családi sorban a következő önkényuraság. Melyik diktátor volt? Kérdezte Etna. Szerintem mindre illik a séma. Boston a szájára illesztett mutató ujja mellől suttogott. Nem mondom ki a nevét, mert a mostani utódjának, aki az unokája, szintén piszok messzire elér a véres keze. Világszerte mindent lát és hal. Töménytelen titokszolgát, hóhért, bérgyilkost képeztetett ki közpénzen, hogy megvédhesse magát a köztől. Miért tűrik az emberek? Ez teljesen értelmetlen. Vádusz egyetértő képpel bólogatott. Sajnos igazad van, bökkenő. Ha csak egyetlen diktátor karrierjét, módszereit megismered, vegyük példának Mussolinit vagy Hitlert, az összes többiben és az utána következőkben is azt az egyet ismered fel. Ásítóztatóan egyformák, úgy szóván klónok. Ugyanaz a sátán, más és más testben, azonos módszerek. Az emberek mégis újra meg újra bedőlnek az olcsó taktikájuknak. Vigasztalok, hogy a bukásuk kódolt, és a többségük nem ágyban, ölelőkarok közt purcan ki. Boston beleélte magát a diktátor halálozásba. Ujjait előszámlálva kajánul sorolta. Kés, kard, méreg, agyonverés, szétparcangoltatás, miszlikbetépetés, halálra kínozás, vízbeületés. Finalett közben méltatlankodott. És ez most hogyan ide egyébként? A vidám leánybúcsúmat tartjuk, vágjátok? Együnk, igyunk, örüljünk. Vacsora közben várom a tippeket Philip megbosszulásához. Eddig még csak én találtam ki használhatóakat. Vahina sürgetően tapsikolt. Tényleg ehetnénk végre, kiukad a gyomrom, de még a babámé is. Nem illik éheztetni egy várandós hölgyet, sőt, menyasszonyt. Igaz, barikám? Most már tényleg nem halogathatod tovább a készfogót. Mikor esküszöl nekem örök hűséget? Na, jegyezz el, most rögtön. Kérd el anyád gyűrűjét az ujjamra. Nem baj, ha nem ilyen gyűrű. Szép nagy gyémánt van benne, megfelel a célnak. Majd veszel neki másikat a kínai boltban. Olivó teljes sükettséggel védekezett. Azon agyalt, hogyan találhatná fel mielőbb a láthatatlanná tevő szerkezetet, vagy az elpárologtatót, vagy a teleportálót. Jól jött volna Uli bácsi segítsége. Geneva lefagyott. Megint azt hitte, sztrókul járt, és persze újfent Vahina tette ezt vele. London megjegyezte. Ha Roscoe itt lenne, ha itt lehetne, simán megbirkózna az elszabadult hajóágyukkal. Ez igaz, helyeselt Valdus. Ő megbirkózna velük, kedveltem a fanyar stílusát. Mint már kifejtettem, Roscoe Hudson tipikusan klasszikus pszichopata személyiség. Bírtam őt, persze csak egy pontig, amíg fel nem ismertem a kórképét. A név hallatán Edna figyelmesen körbenézett, mit vághatna az ajtóhoz, vagy a falba. Vahina a kezébe adott egy csontozókést. Vagy inkább pisi tesztet végeznél magadon? Kajánkodott. Előbb vágd az ajtóba a digicset, aztán csekkord le, fogantál le fattyút a kámforpasittól. És ha nem az ajtóba vágom? Merett rá Edna a kést markolva, horrorfilmbeli arccal. Ijesztően átlényegült, minden porcikájáról lefoghatatlan tébolyótság áradt. Vahina úgy érezte, kiszürcsölték az agyvelejét, nyalókapálcára tűzték a szemét, és a kezébe adták szopogatni. Elhátrált a letális tekintet elől. Etna újabb préda után nézett. London Bridge gyanútlanul bögdöste a telefonját. Kinek írogaszt egész este? Csapott le a lány.